Halihó, sziasztok, kedves követőim! Üdvözöllek titeket újra itt Ildikó Beauty csatornán, és látjátok, hogy olyan, hát ilyen félig sminkben vagyok, akár rá is lehetne húzni most erre az arcomra, hogy ilyen no make-up, make-up, mert egyébként nem feltétlenül szoktam tényleg szemspirált használni, főleg nyáron, és akkor az egy olyan no make-up, make-up legalábbis nálam, de azért nincs most rajtam szempilla festék, mert ez egy szempillatesztelős, mármint hát nem szempillatesztelős is persze, hogy mutat majd rajta a festék, de egy szempilla spirál tesztelős videó lesz. Az az igazság, hogy ilyen már egyébként elég rég nem volt a csatornán, mert valahogy így rátaláltam a kedvenc szemspiráljaimra, amik beváltak, és most már ezeket újra is vettem, és nagyon meg vagyok velük elégedve. Ezekből a videókból szerintem egy pár hónappal ezelőtt volt egy pár, és meg is mutatom, hogy mikről van szó. Ami nekem nagyon-nagyon bejött, így az utóbbi időben, az hát tulajdonképpen 1-2-3-4 szempilla festék, és a legrégebbi, egyébként pont tegnap is ezzel voltam kifestve, a legrégebbi, és én ezt már kétszer is, vagy háromszor is újra vásároltam, az az Art Deco-nak ez a göndörítős szempilla festéke, Volume Supreme Mascara. Ez egy ilyen szilikonos fejjel rendelkezik. El kell mondjam, hogy én már nem veszek hagyományos sörtéskefét, csak is kizárólag szilikonos kefével sminkelek, én nekem nagyon beváltak, régen egy kicsit óckodtam, de valahogy így rákaptam ennek a technikájára, és valahogy csak ezeket szeretem használni, úgyhogy ennek egy ilyen kicsit ilyen bucibb, de nem kunkorodó, tehát ilyen egyenes ívű, egyenes irányba mutató applikátora van. Két high-end terméket is teszteltem így az utóbbi hónapokban. Az egyik a Lancome-nak ez a Definisils maszkarája, ami nekem az ilyen úgymond utazós szemspirálom. A neszeszeremben most egyébként egy ilyen neszeszert hordok, egy ilyen kis bőr, a Lac Cure Beauty-nak a márkájának a neszeszerje, ebbe vettem egy szettet, ilyen arckrémeket, és ebben most ezt hordom, tehát ezt viszem magammal, például, hogyha tanítani megyek, ez egy ilyen nagyon kis vékony, szintén szilikonos kefe, hosszú, ez is egyenes ívű, úgyhogy ez egy ilyen mindennapos tulajdonképpen. Amit nagyon-nagyon szeretek, de hosszú távon nem annyira jó, mert egy picit ez már kenődik, potyog, ahhoz képest, hogy egy nagyon drága szemspirálról van szó, ez a Diornak a Dior Show szemspirálja, viszont brutális, gyönyörű pillákat csinál, tényleg álomszép, úgyhogy egy ilyen esti elmenetel színházba, vagy egy vacsora, vagy egy találkozó, de mondjuk nem egy ilyen 5-6 hét, most az, ezen a héten brutál, 7-8-8-ig voltam benne a suliba, mert verseny, most nagyon sok próba, érettségik jönnek, OKE vizsga, állandó bizottsági tag vagyok, úgyhogy, és meg plusz felkészítek versenyekre, úgyhogy nagyon sokáig vagyok benn, későn érek haza, ez biztos, hogy nem tenném föl, mert ez ennyit nem bír. Max egy ilyen 3-4, tényleg maximum 4 órát, utána kezdődnek a problémák, de gyönyörű pillát csinál. A legvastagabb applikátora neki van, szintén szilikonos, és hát a legnagyobb favoritom, amit egyébként, ha el fogok használni, biztos újra veszem, és ki fogok tartani emellett, mert így hosszú távon, időtartamban is, kinézetben is, finisét, illetőleg állaga, tehát minden szempontból 10 pontot adok a Lancome Idol szemspirálomnak. Nagyon-nagyon szeretem, neki egy ilyen göndörítős, tehát ilyen picit kunkorodó keféje van, szintén szilikonos, és a végén vannak ilyen kis pici, mini kis sörték, tehát hogy nagyon jól így tulajdonképpen még egy picit úgy bele lehet menni így a szempillatövekbe, vagy legalábbis úgy el van egy kicsit keskenyítve, le van így kerekítve,
Úgyhogy egy állati jó szempillafesték. Ha most ebben a pillanatban tényleg ajánlanom kéne nektek egy nagyon tartós, szépen ívelő pillákat csináló, szép fekete színű, nem kenődő, könnyen lehet vele pingálni, tehát hogy minden szempontból, és mondom, egy tartós szemspirálról beszélünk, akkor én ezt a Lancôme Idol tudom ajánlani. Tudom, hogy nem tudom hányszor drágább egy drogériás szempillafestéknél, de én az utóbbi időben már egyáltalán nem veszek drogériás szemspirálokat. Egyszerűen eljutottam abba az életkorba szerintem, hogy először is tudok már így kísérletezgetni, megtehetem, hogy kipróbálok drágább dolgokat, és hogyha egyszerűen bevált, akkor miért vegyek csak azért egy Miss Sportit, vagy egy Essence szemspirált, mert mondjuk az 1000 forint, és lehet, hogy ez több, mint 10 000 forint, de nekem borzasztó érzékeny a szemem, és tényleg azt vettem észre, hogy ezek a drogériás szempilla festékek, legalábbis az én tapasztalatom, nekem nem tesznek jó. Tehát fárad a szemem bennük, nem olyan tartósak, nem tudom olyan sokáig használni. Figyeljetek, nem viccelek, ez az Art Deco szemspirál szerintem lassan most már egy éves lesz, de szerintem több mint 3/4 éve, vagy legalábbis minimum, vagy hogy a német mondja, mindestens, tehát legalább 3/4 éve vásároltam, és még mindig. Tehát ez még mindig tele van termékkel, és még mindig használható, és még mindig jó, és nem szárad be. És én nagyon sokáig, nagyon szerettem a Lovely-nak a Vampire, azt a piros szemspiráját, és az volt a bajom vele, hogy egy hónap után megint elkezdett beszáradni. Tehát lehet, hogy 1000 forint, de akkor havonta kell vegyél. Ez pedig lehet, hogy mit tudom én, 6000 forint volt akkor, most lehet, hogy már drágább, lehet, hogy 8000 forint, de én ezt 3/4 éve használom, és semmi bajom vele. Viszont, hogy ez a videó miről fog szólni, hát a videó főszereplője az egy drogériás szemspirál, és már csak azért is szeretném leteszteni ezt a szemspirált, két okból kifolyólag. Először is nagyon-nagyon be van hype-olva, rengeteg felületen látom, az Instán, a TikTokon, YouTube-on is, nagyon-nagyon sokan használják, próbálják, tesztelik, egy nagyon-nagyon szép kivitelezésű szemspiráról van szó, így csillog-villog. De meglátjuk, hogy milyen maga a spirálozás vele, milyen lesz a tapasztalatom, mennyire tartós. És a másik dolog, hogy többen írtatok, hogy tudjátok, hogy én már nem szoktam nagyon ilyen drogériás spirálokat venni, de hogy ezt most nagyon-nagyon látjátok, meg hirdetik, és hogy nem tesztelném el. Tehát több üzenetet kaptam Instagramon, úgyhogy kedves követők, most eljött a nap, hogy én ezt le fogom teszteni, én ezt tegnap megvettem. Egy kicsit akciós volt, ilyen 4700 forint körül vettem meg, 5000 forint fölött van mindenhol, úgyhogy mondom, jó, akkor ezt most megnézzük, hátha jó. Tehát én adok neki esélyt, az biztos, és remélem, hogy jó lesz. Úgyhogy a mai napom az körülbelül este 6-kor fog véget érni. Ezt egész nap tesztelni fogom. Most megnézzük, hogy milyen a felvitele, és utána napközben egyszer-kétszer be fogok jelentkezni, illetve nap végén, hogy hogy állta a próbát. Hát akkor tegyük föl, nézzük meg, hogy mit tud.
Nos, hát azt kell mondjam, hogy így elsőre nekem nagyon-nagyon jó a benyomásom erről a szemspirálról, de most megnézem így közelebbről is, egész közelről. Hát látjátok, hogy ez most, vagy hát láthattátok, hogy egy rétegben van föltéve, de ez az egy réteg, ez úgy egy réteg, hogy azért többször áthúzogattam, tehát hogy egy alkalom, inkább így mondanám. Tehát, hogy hagyom megszáradni, és nyilván fogunk csinálni még egy réteget, de már így is egyébként, komolyan mondom, így is nagyon-nagyon szépen néz ki, és egész kellemes az applikátor. Szóval most így összehasonlítva, egyébként most a kedvencemmel, tehát látjátok, hogy ez a Lancôme, ez pedig a L'Oréal. Ugye az egy abszolút göndörítős applikátor, ez pedig egy ilyen keskenyedő ívelt, úgyhogy nagyon pozitív eddig a benyomásom, és maga a termék is, tehát a festék is egy olyan krémesebb állag. Tudjátok, hogy vannak azok az ilyen alkoholos, meg amikor már úgy kibontod, és már akkor érzed, hogy olyan kellemetlen szaga van, ez abszolút nem bántó, és mondom, van egy ilyen kicsit ilyen sejmesség, egy ilyen krémessége. Na most tegyünk föl még egy réteget, és nézzük meg, hogy akkor milyen. Szerintem már így is nagyon szépen néz ki. Vagyok, és az az igazság, hogy nagyon-nagyon szép finise van ennek a szempillafestéknek, nagyon-nagyon tetszik, és igazán azt kell mondjam, hogy olyan, amit én szeretek, hogy ilyen pókláb hatású pillákat csinál, és én bevallom, hogy én használtam már L'Oréal szempillafestékeket, legutóbb, amit elég sokáig használtam, az a teleszkopik volt, aminek egy ilyen kicsit vékonyabb az applikátora, ilyen hosszú, ilyen aranyszínű tubusban van, és én avval is nagyon meg voltam elégedve. Azt nem mondom, hogy a kedvencem spirálom volt, de tulajdonképpen azon kívül, hogy ilyen pókláb hatású pillákat csinált, mert azt nem tudott, viszont gyönyörűen ívelt, és gyönyörűen szétválasztott, és nagyon-nagyon természetes, gyönyörű, szép, igéző tekintetet varázsolt, ezt a pokláb hatást nem tudta, de az applikátor is más volt. Tehát az igaz, hogy én most már megnézek egy szempillafestéket, kihúzom, látom, hogy milyen a feje, és én abból meg fogom tudni mondani, hogy ez nekem fog-e kelleni, vagy be fog-e válni, vagy nem, mert azért ennyi tapasztalatom már van. Na most látjátok, hogy ez két rétegben van fönn, meg fogjuk nézni majd természetes fényben is, de egyelőre eddig nekem nagyon tetszik, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy hogy bírja a gyűrődés. Nincs rajtam igazából sok szemfesték, egy pici kis highlightot tettem föl, talán egy nagyon kicsit most ebből a Dior pirosítómból, még így egy kis rózsaszint, ha már úgyis ez a barackos smink a trend, amúgy is szeretem, egy kicsi szint még azért ide fölviszek, egy kicsit a mélyítőbe, de csak hogy ne legyek annyira ilyen semmilyen. De mondom, ha itthon tanítok, ráadásul ma főleg kicsik jönnek, úgyhogy végül is tök mindegy, hogy Ildikó néni hogy néz ki, én szerintem. Úgyhogy, hát figyeljetek, még egy pici kis púder.
tulajdonképpen én azt szeretem, hogyha ennyire drámai a pilla, akkor az tényleg, tehát az legyen a hangsúlyos. Látjátok, most tulajdonképpen nincs is rajtam más, csak egy szájfény, az Extreme Shine Essence szájfényt tettem föl, egy kis kontúrral. Ennyi. Úgyhogy most kíváncsi vagyok, nézzük meg. Tényleg a természetes fényben én most borzalmasan izgatott vagyok, hogy ez így kamerámból is nekem nagyon jónak tűnik, de hogy milyen ez a rendes fényben, úgyhogy most itt elköszönök, és találkozunk mindjárt. De sziasztok, itt vagyok, ragyogok, és nagyon szép. Nagyon kis szolíd, így az egész sminkem most, és hát abszolút, ami a központi figyelmet kapja, az a szempilla festék, a szempillám, és szerintem nagyon jól teljesít. Tehát így most az első próba, az első blik az tetszik, hát aztán már nem tudom, hogy több óra múlva hogy viselkedik, de így elsőre nagyon-nagyon szép, úgyhogy meg vagyok elégedve egyelőre. Sziasztok, megint egy kis update. Most az utolsó növendékem előtt azt próbáltam ki, hogy még fölraktam egy réteget, tehát most ebben a pillanatban, ha jól számolom, kb. 5 órája van fönn a szemspirál, és 3 rétegben. És szerintem nagyon-nagyon szépen néz ki, tehát ez a 3 réteg sem tűnik nekem soknak, rétegezni lehet, és egyelőre elég tartós, úgyhogy hajrá, drukkolok ennek a szemspirálnak. Bluetooth mode. Most ezt nem is értem, hogy magától most ez miért kapcsolt be. Várom az utolsó kisfiút. Valahogy rácsatlakozott megint a telefon. Szóval várom az utolsó kisfiút, megy le a nap, ott már látszódik nagyon ez a naplementés délutáni fény. Nem ígérem, hogy tökéletes fényben tudom megmutatni nektek, mármint hogy természetes fényben az utolsó bejelentkezést, de ez ugye már a 6. órája, hogy rajtam van ez a L'Oréal Panoráma szempilla festék, és azt kell mondjam, hogy nagyon-nagyon meg vagyok elégedve. Nagyon tetszik a látvány, viselése kényelmes, nem könnyezik a szemem. Ugye 3 rétegben is föltettem, ha lúd legyen kövér, úgyhogy eddig ez a teszt nagyon-nagyon jól halad, és sikeres. Cica volt. Hát hallottunk valami kopogást. Nem, cica volt. De lehet, hogy kimánt a cica. Hát, és kopogott, hogy vissza akar jönni? Igen. Lehet, hogy egy szellem volt, nem? Nem. Na, sziasztok! Most fejeztük be Tomikával az órát, és hát gyönyörűen énekelt, holnap lesz verseny. Megnyerjük, Tomi! Ez jó lesz, elbújt, mint a cicák. Megnyerjük a versenyt, Tomikám! Vettem egy ilyen cukrot a Müllerbe, és annyira csíp, hogy de nem így a torkomba csípi, hanem így a nyelvemet meg így oldal csíp, úgyhogy lehet, hogy ilyet többet nem fogok venni. Ugye mondtam a Tomikának, hogy ezt most nem adom oda neki, hogy neki lebújt az asztalon. Jaj! Cica! A cica imádó növendékeim. Na, sziasztok! Én ezt a videót itt fogom befejezni, ugyanis én már bekészültem egy következő videó felvételihez, és már épp elég késő van ahhoz, hogy szerintem tulajdonképpen így összegezhetem ezt a videót. Méghozzá nagyon-nagyon pozitív a végkifejlet, úgyhogy egész nap tényleg teszteltem ezt a Panoráma L'Oréal szempilla festéket drogériás szinten. Azt kell mondjam, hogy ez egy nagyon-nagyon jó szempilla festék, nagyon megbízható, nagyon tartós, nagyon jól néz ki, és most így ebben a fényben is, ebből a távolságban is azt látom, hogy nagyon ígéretesnek tűnik. Szóval tényleg látom azt, amit szeretnék látni. Tehát én nagyon sokszor azt érzem, hogy használok egy szempilla festéket,
és valahogy úgy nem érzem azt a hatását. Nem úgy érzem magamat benne, mint ahogy én elképzeltem. Minden szempilla festéknek mindig adok időt, ennek is most fogok időt adni, és nem fogom most egyből azt kérenteni, hogy ez most egy nagyon életem egyik legjobb szempilla festéke, mert nekem ehhez azért hetek kellenek, hogy ez így kialakuljon, hogy tényleg minden nap jó szívvel is kellemesen viselem. Úgyhogy én erről majd még be fogok nektek számolni, de azt kell mondjam, hogy azért az egész napos gyűrődést ezt nagyon jól tűrte, nagyon jól viselte, nem egyáltalán nem irritált a szememet, semmit nem folyt el, tulajdonképpen 3 rétegben van most rajtam, és szerintem tök jól néz ki. Úgyhogy én ezzel ezt a videót itt le is zárom. Tegyetek próbát ti is, szerintem vegyétek meg, hogyha kerestek most egy új szempillafestéket, vagy éppen vásárlás előtt vagytok, szeretnétek egy újat kipróbálni, én azt mondom, hogy ez megéri, mert veszíteni nem fogtok vele, semmi, tényleg nem tapasztaltam semmi olyan negatívat, higgyétek el, hogy elmondanám. Úgyhogy ennyi ez a videó, én remélem, hogy tetszett nektek, én remélem, hogy élveztétek, nekem egy nagyon klassz napom volt, úgyhogy én ezt most itt le is zárom, mármint ezt a videót, aztán most elkezdek fölvenni egy másikat. Valahogy most olyan tele vagyok energiával, és most ha jól érzem magamat, úgyhogy mindenféleképpen tartsatok velem legközelebb is. Iratkozzatok fel a csatornámra, ha még nem tettétek meg, lájkoljátok a videót, és mit is szoktam még mondani? Ennyi, vigyázzatok magatokra, találkozunk hamarosan. Sziasztok, kommenteljetek!